Az új költségvetésben szereplő jövedéki adóemelés a benzin és a gázolaj esetében 30-33 forint körül alakulhat. A benzin jövedéki adója például literenként 120 forintról 152,55 század forintra nő, de ehhez még hozzájön az áfa. Vagyis átlagosan literenként körülbelül 40 forintos adóemeléssel kell számolni. A Demokratikus Koalíció úgy véli, ez újabb megszorítás. A Fidesz közleményben reagált a DK sajtótájékoztatójára. Azt írták, a megszorítások Gyurcsány és a baloldal mániája. Ők azok, akik a mostani háborús időkben is el akarják törölni a rezsicsökkentést, a családi adórendszert, a családtámogatásokat. Továbbá hozzáteszik, hogy a benzin jövedéki adójának emelését Brüsszel évek óta követeli Magyarországtól. A közgazdás szerint a költségvetési tanács nagyon nehéz helyzetben van. Róna Péter elképzelhetőnek tartja, hogy Matolcsy György nem fogja támogatni a költségvetést, és akkor a tanács másik két tagján, az állami számvevőszék elnökén és a tanácselnökén fog múlni a büdzsé sorsa. Hát és ez csak egy olyan intézkedés, ami nehezíti a megélhetést Magyarországon kétségtelen. A korábbiakat már a hírekből a héten megismerték. Kóros Lajos az MSZP alelnökével beszélgetünk. Jó reggelt. No, hát hogyan érinti ez majd az embereket? Nyilván a nyugdíjasok számára már régen rossz, már régen elinflálódott az ő nyugdíjpótlékuk. Írják ezt önök, illetve nyilatkozza ön is. Na de milyen megoldási lehetőséget, javaslatot tudna mondani? Önök mit tennének, hogyha a kormányra kerülnének? Hát, már lehetne ilyen rovatot indítani, hogy napi sarc, mert minden napra jön egy megszorító csomag. Ilyen, ez egy, szerintem egy Orbán csomagba illeszkedik ez az egész. Mert hogy most a jövedéki adót megemelve próbálják az inflációt letörni, mert ugye ez volt az ideológia az elmúlt hetekben, hogy megrendelte a miniszterelnök az egyszámjegyű inflációt, és olyan kormányzati intézkedéseket hoznak, amely ezt elősegíti. Hát kétségeim vannak, hogy mennyibe fogja segíteni a jövedéki adó megemelése az infláció letörését, de tegnap előtt példának okáért a szochót vezették be, ugyanis a pénzintézetekben tartott megtakarítások után nem csak kamatadót kell fizetni most már az állampolgároknak, hanem úgynevezett szochót is. Csak megjegyzem, hogy a szochó szociális hozzájárulási adó, amit egyébként adó formájában hajtanak be, de tulajdonképpen ez egy járulék. A járulékért cserébe egyébként egy civilizált országban járadékot kéne fizetni. Ez pedig nem látom, hogy az állampolgárok, hogy mondjam, pénzügyi megsegítését szolgálná, sokkal inkább hizlalja Mészáros Lőrinc, vagy éppen Tibor Cisván bukszáját. De mondhatnánk azt is, hogy mivel a szociális szó is benne van, nem csak ezért mondom, de szociális szempontból tulajdonképpen támogatható, hogy azok fizetnek, akiknek van megtakarításuk, nem azok, akiknek napi megélhetési gondjaik vannak, és talán az ő életükettől könnyebb lesz, nem? Kérdezem én csak, akkor már logikáját követem. Persze, hát tudom én, hogy ott a boszorkány konyhában mindenfélét ki tudnak találni, és mindenféle szlengeket tudnak, bomónokat tudnak itt pufogtatni, de ez sarc, ez kőkemény sarc. Elfelejtkeztek róla, és nem tudom, hogy ide hozhatom-e, hogy azt megelőző napon pedig kitalálták azt, hogy a támogatott gyógyszerek esetében, amelyik 10 000 forint alatt van, azokra kivetettek mintegy 20%-os adót, és a 10 000 forint fölötti gyógyszerekre pedig 40%-os. Kapaszkodjanak meg, 40%-os adót. Hát kérdés, ez kifizeti a gyógyszergyártók, forgalmazók vagy a fogyasztók? Ők azt mondják, hogy a gyógyszergyártók fizetik, és a forgalmazók. Na de kétségeik ne legyenek. Igen, tovább terhelik. Önök fogják megfizetni minden egyes pénztári blokkolásnál. Innentől kezdve azt gondolom, hogy tényleg napi sarcról van szó. Minden áldott nap bevezetnek valamilyen megszorítást, és ez borzasztó helyzetbe hozza a társadalomnak körülbelül egyharmadát. Azt is mondtam a tegnapi nap folyamán, hogy a szegénység gyorsul, de irtózatosan, ez rapid módon. Ugyanis az egy tétel, hogy a nyugdíjasok esetében ön is említette a felvezetőben, hogy tényleg a 15%-os januári emelés már az rég elolvadt, viszont azt lehet látni az európai összehasonlításokban, hogy minden egyes főcsoportban, az inflációban Magyarország ott van, minden egyes főcsoportban, a top 5-ben Európában, ráadásul az európai átlagot tekintve 15 országban radikálisan csökken az infláció, Magyarországon sajnos nem,
Ez az egyik dolog, a másik pedig a háztartások fogyasztásában a legnagyobb csomagot kitevő lakásfenntartás és benne a háztartási energia, ez a statisztikai főcsoportban együtt van, és az élelmiszer, mind a kettőben európai listavezetők vagyunk. Innentől kezdve azt hiszem nem nehéz kitalálni, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a családok. Hát igen, ha már említett, hogy nyugdíjasokra tekintünk, csak náluk 51% volt az elmúlt két év alatt a bevásárlásoknak a költségnövekedése. De visszatérve az eredeti kérdésemre, ezt nagyjából látjuk, a külföldi adatokat is talán kevésbé drámaiak, mint az itthoniak, de összességében elmondható, hogy hát egyszerűen nehéz a világgazdasági helyzet, és valahol valamit kurtítani kell a költségvetésen, a kiadásokon, a bevételeket pedig növelni adók formájában. Ez teljesen klasszikus bármely kormány részéről ez a fajta megközelítés. Önök hogyan csinálnák ezt másként, hogyha a kormány lenne? Milyen más erőforrásúból csoportos tennek? Kezdem azzal, hogy ez, minden a kormányzati, elhibázott kormányzati gazdaságpolitika következménye. Minden egyes ilyen utólagos intézkedés. Nem volt olyan koherens válságkezelési programja a kormánynak, ide-oda kapkodtak, belenyúltak jól struktúrált rendszerekbe, és ettől várták a csodát. Na, a csoda az nem jött meg. Nézze, Szlovákiában tudtak normálisan kormányozni? Lengyelországban ugyanebben az időben gyakorlatilag megszüntették a gyerekszegénységet? Ők tudtak ilyen intézkedést hozni? Itt arról van szó, hogy Orbánék a családoknak, az embereknek nem segítettek, nem oda adták a pénzt, ahol arra a legnagyobb szükség volt. Az oligarchák pénztárcáját hizlalták. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy egy koherens gazdaság és társadalompolitika igenis elő tudja segíteni azt, hogy amikor válságban van egy ország, mert ugye válságok jöhetnek, lehet ez Covid-válság, lehet pénzügyi válság, de egy összetartó társadalom, az egyenlőségre törekvő társadalom, az mindig ellenállóbb a válságokkal szemben, és ezt a klasszikusnak mondható társadalomfilozófiát Orbánék felmondták, azzal, hogy kizárólag az oligarchákat akarták hizlalni. Ez az ország 9,5 millió tisztességesen élő ember országa is, nem néhány milliárdosé. Éppen ezért én azt mondom, hogy az embereket kellett volna segíteni, a családokat kellett volna segíteni, normális béremeléseket kellett volna csinálni, hogy meg kellett volna állapodni a szakszervezetekkel, nem diktátumokat alkalmazni, mint ahogy Orbánék csinálták volna. Akár középtávú vagy hosszú távú bérmegállapodásokat is lehetett volna hozni. Érdemi tárgyalásokat kellett volna folytatni a nyugdíjas szervezetekkel, mert akikkel ő tárgyal, azok nem nyugdíjas szervezetek. Azok olyan nagy tiszteletnek örvendő idős emberek, akik senkit az égvilágon nem képviselnek. Na most innentől kezdve állt elő ez a helyzet. Nincs olyan társadalmi konszenzus a magyar gazdaság és társadalom politikát illetően, amelyet magáénak vallana ez a 9,5 millió ember. Ugye a pozitív külföldi példákra is hivatkozott, de most például ezzel a jövedéki adó emeléssel kapcsolatosan a kormány arra hivatkozik, hogy ők tulajdonképpen csak egy Európai Uniós elvárásnak igyekeznek megfelelni, az ottani szabályozásnak megfelelően. Hát ezt ők mondják. Évekig nem volt ilyen kényszer, most van, tehát én ezen csak mosolyogni tudok. Nagyon kíváncsian várom egyébként, hát brilliáns elmék vannak a kormányban, javaslom, hívják meg majd Tálai Andrást, aki mindenre tuti választ tud adni, hogy gondolják, hogy minden nap valamilyen új sarcot bevezetnek, minden nap valamilyen adót kivetnek, és ettől várják majd az infláció csökkenését. Na most innentől kezdve világosan látszik, hogy itt csodának kéne történni ahhoz, hogy az év második felében, vagy az év végére egy számjegyű legyen az infláció. Az a csoda megtörténhet, hogy mégis megkapjuk az Európai Uniós támogatásokat? Mert ez is kellene, gondolom. Ilyen politika mellett szerintem nem. De hát magukat hibáztathatják. Nézze, körülbelül egy fél óra múlva, egy óra múlva a Központi Statisztikai Hivatal publikálni fogja az új inflációs adatokat. Abban érdemi változás nem lesz.
Márpedig a múlt hónapban, amikor ugyanígy a KSH elemzése vagy értékelése után itt ültem a stúdióban, mondtam, hogy ne várjanak csodát, mert a maginfláció nem csökkent, a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján mért inflációs ráta nem csökkent, ez előre vetíti azt, hogy az inflációs nyomás fennmarad, az inflációs érzékelés meg sokkal, de sokkal nagyobb, mint amit mér a KSH, és az inflációs várakozás is fennmarad. Következésképpen itt érdemi elmozdulás nem lesz. Horozs Lajos, az MSZP alelnöke volt vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezt.